Acapulco szépe. Magyar hangok. Kökényesi Ágis, Selmeci Roland, Barbinek Péter, Dózsa Zoltán, Málnai Zsuzsa, Timkó Eszter, Ábel Anita, I. és Mari, Zakariás Éva, Pásztor Erzsi, Csénémet Lajos, Tóth Judit, Cető Zsanett, Cető Roland, Holnándor, Juhász Judit, Tóth Roland, Árkosi Kati, Solecki Janka, Olá Orsolya, Markovics Tamás, Breyer Zoltán, Simonyi Piroska, Orosz Anna, Kisvirág, Balázs Ági, Németi Mari. Por eso quiero que me entiendas y con paciencia tú me quieras y me devuelvas la pasión. Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, pero guardo la esperanza de que tú me hagas feliz. Quiero volver a sentir que todo el tiempo perdí Megyek! Odett! Mit keresel itt? Azért jöttem, mert el kell mondanom valamit. Mégis mit? Most tudtam meg, hogy a feleséged elment Acapulcóba. És tudod, hogy miért, édesem? Hogy találkozhasson Damiennel. Ő és Anna Krisztina együtt vannak. Ezt nem hiszem el. Biztos hazudsz, Odett! Lehet, hogy nem hiszed, de akkor is igaz. Anna Krisztina megszökött, és magukkal vitték Angelitát. Anna Krisztina sose tenne ilyet. Úristen, Emiliano, nem lehet, hogy ennyire vak vagy. Menj el a szállóba, kérdezd meg, hol van Damien. Azt fogják mondani, hogy elment Acapulcóba. Tényleg nem értem Anna Krisztinát. Csak azért ment hozzád, hogy Damien büntesse. És erre tessék, hát nem elszökött vele. Sose gondoltam volna, hogy egyszer még el fogsz válni Emilianótól. Most már nincs mit tenni. Ez így nem maradhat tovább. Azért ne hamarkodd el, Anna Krisztina. Adj magadnak még egy lehetőséget. Próbáld meg visszahódítani. Azt már nem lehet, Almudena. Akárhogyan is próbáltam eddig, sehogy se sikerült. És sose fog sikerülni, amíg Ritával kell egyházban élnünk. Mégis ki az a nő? Emiliano édesanyjának a keresztlánya. Velük lakik már kislánykora óta. És gondolom, hogy az első pillanattól kezdve szerelmes belé. Őszintén szólva, ő a vetélytársad? Méghozzá a legrosszabb. És azt is sikerült elérnie, hogy megmérgezze a kapcsolatomat Emilianoval. Ide figyelj, én annyira bánom, hogy a házasságot zátonyra futott Anna Krisztina. Én sajnálom a legjobban. De nem élhetem le úgy az életemet, hogy kesergek afölött, ami nem lehet az enyém. És ha már Acapulcóban vagyok, kihasználom az alkalmat, hogy egymást tisztázzak. Most az a legfontosabb, hogy szembeszálljak azzal az átok Damiennel. Tehát nem soká indulsz Mexikóvárosba? Igen. Lesz ott egy vendéglátóipari kongresszus. Idén a regionális fejlesztéssel foglalkoznak. Sok szerencsét, drágaságom. Reméljük, hogy ezen a kongresszuson megtalálod álmaid férfiát. Nem ezért megyek, Damien. Dolgozni fogok, ahogy szoktam. Ó, persze. Elfelejtettem, hogy milyen elfoglalt és felelősségteljes vagy. Remélem, hogy mire visszajövök. Addigra végre békén hagyod majd Anna Krisztinát, Damien. Ne mondd meg nekem, hogy mit tegyek, Isabel. Menj csak dolgozni. És engem meg hagyd békén. Remélem, nem maradsz itt ölbetett kézzel, miközben a drága feleséged valami szállóban henterek Damiennel. De hogy maradok itt? Amint beszélek Anna Krisztinával... Még mindig azt hiszed, hogy Anna Krisztina hazatér? És ha soha nem jön haza? Te csak hagyod, hogy Damien megkapja és a lányod alkossanak új családot? Nem. Nem várom meg, hogy hazajöjjön. Elmegyek a lányomért. Jaj, vigyázzon a gödrökre, kérem. Semmi sem történhet, amíg én vezetek. Na jó, akkor köszönöm a fuvart. És üdvözlöm az özvegy Evangelinát. Tán ismeri? A faluban mindenki ismeri a fekete özvegyet. Olyan aranyos az a vénasszony. Gondolja? Na igen. És találkozunk még valaha? Nem tudom. A legjobbakat. Ah.
Most már elhiszem, tényleg van szerelem első látásra. Tényleg van, öregem. Anita. Egy gyerek. Gyerekem lesz attól a szörnyű csentétől. Ettől a borzasztó embertől. Sose gondoltam, hogy a szirének ki tudnak jönni a vízből. Akkor szia és sok szerencsét. Ki ez a kislány, és mit akar tőled, fiam? Nem érdekes, hogy ki volt anya. Az a fontos, amit mondott nekem. Anna Krisztina azért ment el, hogy a szeretőjével legyen, de milyen montorral? De hát, fiam, ez biztosan nem igaz, nyugodj meg! Ne hallgass a pletykákra! Én nem tudom, hogy pletyka vagy sem. De most már minden egyre bonyolultabb emiatt a szerencsétlen miatt. Ezt most nem értem. Úgyhogy Demián nem csupán Anna Krisztina régi fiúja. Demián Montor Angelita igazi apja. Jól van, kicsikém, ne ijedj meg, nem szabad Valentina, megijedni. Valentina, ne féltékenykedj már, ő az unokahúgom, nyugodj már meg. Jaj, kicsikém. Már visszaértél. Nos, hadd mondjak neked valamit. Angelita nem is Emiliano lánya. Nem is tudják, kik lehetnek a kislány valódi szülei. Nem. Emiliano egy parkban találta meg a kislányt. Persze, ez csak Clarita mesélte nekem, és soha semmit nem tudtak meg a szüleiről. Na jó, megyek, dadus. El akarom vinni Angelitát egy orvoshoz, hát ha segít rajta. Csak nem beteg. De, dadus, nagyon beteg szegényke. Nem. És megfelelő kezelést kell kapnia. Szerintem Acapulcóban lehet, hogy találunk megfelelő orvost. Vigyázz magadra, kislányom. Isten adja, hogy Angelita meggyógyuljon. Mehetünk. Kicsi lányom. Vigyázz magadra. Menjetek szépen. Így csak fel ide. Megtörüljük a kezecskéd. Dadus, tudsz valamit arról, hogy Emiliano kifizette apám adósságát, amivel Demiennek tartozott? Most már te is tudod? Ki mondta meg? Az apám. Mindent elmondott. Na jó, ha az apád elmondta, én sem tudok többet mondani. Minden részletet ismer, nem kell. Mi történt Demián és Emiliano között? Tudnom kell, mivel tartozom neki, hogy megmentette a családomat a szegénységtől. Hűha! Ez aztán, nem mondom, igazi meglepetés, nem semmi. Anna Krisztina Rivera Hill feljött a lakásomra. Demián, beszélnem kell veled. Figyelj, nem veszek el sok időt, mert el kell vinnem Angelitát orvoshoz. Csak azt akarom megtudni, mennyit fizetett Emiliano apám adósságáért. Tehát neked is megmondták, hogy az apád egy szerencsejátékos. Ki mondta el neked? Az apám. Elmondta a teljes igazságot. Ezek szerint magácska új errefelé. Igen, épp most érkeztem. Öröm hír, hogy ilyen gyönyörű lány érkezett szállazáróba. Megkérem, hogy ne gúnyolódjon velem. Nem, én nem gúnyolódtam. A szintiszta igazat mondom. Magácska gyönyörű. Szeretném, ha a barátom lenne. Köszönöm. De mivel az unokatestvérem visszament a Acapulcóba, nekem minél előbb utána kell mennem. És ki ez a becses rokon? Hogyha szabad kérdeznem. Nem hiszem, hogy ismerné. A neve Anna Krisztina Rivera Hill. Hogy? Hogy ne ismerném őt, hisz ő Emiliano felesége. Először is, arra kérlek, ne hazudozz, Demián. Szeretném, ha megmondanád az igazat. Nem biztos, hogy a kislány előtt kell ezt megbeszélnünk, nem igaz? Dorália! Dorália! Igen, uram? Kérlek, vidd el ezt a kislányt, és szórakoztasd valamivel, rendben? Értettem, uram. Gyere, kicsim. Hm?
akkor most elmondom neked, miféle üzletet kötöttem a szerencsétlen apáddal. Tessék csak! Szia! Szia! Örülök, hogy látlak. Készülődj, mert el akarlak téged hívni. Álljunk meg egy szóra, Junior. Nem tudok elfogadni semmilyen meghívást, mert indulok a repülőtérre. Elmegyek Mexikóvárosba egy vendéglátós konferenciára. És mondd csak, meddig akarsz ott maradni? Nem tudom. Talán másfél hetet. Nem rossz, mert akkor én is veled megyek. Mi? Hallottad? Mindig jót tesz a változatosság. Úgyhogy elmegyek veled. De hát nem lehet. Nekem ott dolgoznom kell, és lehet, hogy nem is tudunk találkozni. Tökéletes. Napközben dolgozol majd, mint egy kis angyal, és este pedig kitombolhatjuk magunkat. Hm? Na jó, de akkor indulnunk kell. A bőröndöm. Ezek szerint jól ismeri az én Anna Krisztinámat. Igen, persze. Emiliano meg én nagyon jó barátok vagyunk, akárha ikrek lennénk. Vagyis, mi voltunk a legjobb barátok. Azért jöttem San Lázaróba, hogy meglátogassam Anna Krisztinát, de ő visszament Acapulcóba. Tényleg? Nem is tudtam, hogy itt akarja hagyni San Lázarót. Mivel ő már nincs itt, semmi értelme tovább itt maradnom, úgyhogy hazamegyek. Ezt nagyon sajnálom, mert nagyon szerettem volna, ha összebarátkozunk. Viszlát! Várjon csak! Isz meg se mondta, hogy hívják. Te szerencsétlen gyenge elmélyű, gátlástalan ember vagy. Könyörtelenül tönkretetted az apámat. Én ugyan nem tettem tönkre, hiszen szerencsejátékos, felelőtlen, gyenge alak. Még a lányát is eladná, csak hogy tovább játszhasson. Nincs jogod hozzá, hogy így beszélj róla. Nincs semmi alapod rá, hogy így beszélj. Hagyjuk már az apádat, meg azt a mérnököt, hiszen végre kettesben vagyunk. Engedj, nem merészelj hozzám érni, engedj el, Demián, engedj el! Hadd szeresselek, és biztosíthatlak, hogy így még nem szeretett senki, főleg nem az a kis mérnök. Na? Engedj el! Engedj! Hársfakaja. Hát így állnak a dolgok, Rita. Sose gondoltam volna, hogy Angelita valódi apja Demián. És Emiliano attól tart, hogy Anna Krisztina azzal az emberrel szövetkezve elveszi tőle Angelitát. És most hol van Demián, ha? Elment San Lázaróból. Ezt meg honnan tudott keresztanyám? Onnan, hogy elmentem a szállodába, hogy megtudjam, hogy tényleg azzal a férfival ment el Anna Krisztina. És sajnos tényleg igaz. Engedj el, Demián, engedj már el! Ez már mégiscsak sok. Te tényleg bolond vagy. Bolond! Nem dobnálak oda téged, mint az átkozott Emiliánót. Honnan tudod te, mi történt közöttünk? Ki mondta ezt neked? Senki. Egyszerűen észrevettem. Nézd magadra, nézd meg, hogy nézel ki. Zaklatott, idegbeteg vagy. Beteg voltam. Beteg. A reménytelen szerelemtől. Ez nagyon veszélyes betegség. Gondolja, mit akarsz. Engem úgy sem érdekel. Úgyhogy, ha nem mondod meg, mennyit fizetett Emiliano, akkor majd valahogy másképp kiderítem. Hallottad? Itt maradsz! Nem hagyhatsz itt! Pedig megyek Angelitáért, és elmegyünk innen! Nem mész sehova, amíg az enyém nem leszel. Nem! Anna Krisztina! Anna Krisztina! Válaszolj! Válaszolj már! Válaszolj már, Anna Krisztina! Életben van. Remek. Hát akkor kihasználjuk a helyzetet. Az okos mindig magán segít. Tem, tem, tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Nem sokára az enyém leszel. Egyedül csak az enyém. Vigyázz rá, kisfókám.
Micsoda zsákmány! Mi történt, fiam? Hallottad, hogy az az ember elment Szállazáróból? Odette igazat mondott. De milyen Anna Krisztinával együtt ment el innen. És elrabolták a lányomat. Micsoda ronda férfiak. Ott meg nincs senki. Ki lehet a fekete özvegy következő áldozata? Remélem nem haragszik meg. Szia, Juanita. Isten hozta, kisasszony. És a nénye? Hogy van Anna Krisztina, kisasszony? Anna Krisztina nincs a faluban. Hazament Acapulcóba. Jaj, ne, ez nem lehet igaz. Úgy tűnik, hogy Emiliánóval nagyon rosszul mentek a dolgok, hiszen elhagyta őt. És mi mihez kezdjünk most? Nos, várni fogok néhány napot, hát ha hazatér. Ha nem jön haza, mi is visszamegyünk Los Arecifesbe. Hogy lehetek mindig ilyen szerencsétlen? Miért mond ilyet, kisasszony? Mert ha nem vagyok ott, könnyebb elfelejtenem Csentét. Sose gondoltam, hogy a szirének ki tudnak jönni a vízből. Vajon hogy hívják? Megmutatom neked, mennyire szeretlek. Ne, ne. Nem kell félned, hiszen úgy is elveszlek téged. Vajon hol vagytok most, Maria Elena? Vajon hol? Megetettem a kislányt fagylaltal. Csodálatos, Dorália! De most már nyugodtan hazamehetsz. Komolyan, uram? Jaj, de jó. Köszönöm, uram. Ugyan nincs mit. Vigyázz magadra. Te pedig most velem jössz. Igen, velem jössz. Biztosan szeretnéd megtudni, hogy hol van Anna Krisztina. Kérsz egy kis fagyit? Megmutatom, hogy hol van. Nem hiszed el? Figyelj csak. Tessék. Tessék, 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 tessék. Egyél már egy kis fagyit. Vagy gyere velem. Gyere velem, egy kisegér, oda néz. Megharap a kisegér. Tessék, itt van. Ez itt Anna Krisztina. Látod? Látod, nem hazudtam. Nem hazudtam. Látod? Látod, nem hazudtam. Nem hazudtam. Kész az ebéd, lányok? Köszönjük. Köszönjük. Tessék. Ezután a halacska után mind a 10 ujjatokat megnyaljátok. Tessék. Jaj, de finom. Imádom a halat. Hát ennek meg mi baja? Hiszen úgy szereti a halat. És egyre csak bonyolódnak itt a dolgok. Ennyi elég. Köszönöm. Hihetetlen, hogy Anna Krisztina képes volt elvinni ezt a kislányt, még akkor is, ha a valódi apjához vitte. Ezzel tényleg újat húzott Emiliánóval és a törvénnyel. Emiliánónak Angelita a legfontosabb teremtmény a világon. És félek, hogy valami őrültséget csinál. Azt hiszem, nem várok tovább. Most azonnal indulok Acapulcóba. Ne csinálj ilyet. Várj még egy kicsit. Te magad mondtad, hogy vársz még 2 napot, addig meglátod, hogy visszatér Anna. Ez nyilvánvaló, hogy nem jön vissza. Várj. Én hallandó lettem volna várni, de nem tudtam, hogy Demiennel együtt mentek el. Csak egész biztos vagy ebben?
Én megpróbálnék megnyugodni, mielőtt ilyen drasztikus lépést tennék. Ezzel csak összezavarnád a dolgokat. Nyugodj meg, ülj le. Ülj már le. De jó, hogy te itt vagy. De hát, hogy kerültem Demián ágyába? Most már jobban érzi magát? Igen, Eva Helena asszony, köszönöm. Megvallom, hogy ez a rosszulét az ételtől, és azután az a hányási inger, nos, nem tudom, elgondolkoztató, nem? Nem értem. Remélem, nem arról van szó, amire most gondolok, nem igaz? Lehet, hogy állapotos vagy? És ha így van, szóval én nem látok vendégül a házamban megesett nőket. Nyugodj meg! Az első harag rossz tanácsadó Emiliano. Nem szabad indulatból cselekedni. Kisfiam, Diego-nak igaza van, tudom, hogy mit csinálok. Hiszen... nem tűrhetem tovább ölbetett kézzel, hogy elvegyék a lányomat. Ne. Akkor sem szabad indulatosan cselekedni. Várj még néhány napot, és meglátod, hogy visszatér-e a nejed. És ha nem akar visszajönni, hát akkor tedd meg, amit tenned kell. De addig is nyugodj meg. Menjünk innen, kislányom. Be van zárva! Angelita, be van zárva! Nyisd ki, Demián! Nyisd ki az ajtót azonnal! Nyisd ki az ajtót! Nagyon kérlek, nyisd ki! Angelita, nem kell félned, kicsim. Meglátod, hamarosan kiszabadulunk innen. Demián, nyisd ki az ajtót, kérlek, nyisd már ki! Nyisd ki, nem érted? Kinyitni! Tudom, hogy ott vagy, nyisd ki az ajtót! Őrült vagy! Hát lehet, hogy én őrült vagyok, de milyen lesz a mérnök, ha megtudja, hogy az ágyamban töltötted az estét? Nem tarthatsz itt egész este a szobádban! Ezt nem teheted meg! Dehogy nem tehetem. Majd meglátod, édesem. Nyisd már ki az ajtót, könyörgök! Most azonnal nyisd ki! Nagyon jól ismerem Emilianót. Tudom, milyen indulatos. Igazi, szenvedélyes férfi. Ha megtudja, hogy velem töltötted az estét, nem kér soha többet belőled. Azonnal engedj ki innen! Emiliano, meg fog szabadulni tőled, mert mindenki tudja majd, hogy velem töltötted az estét. És könyörögni fogsz, hogy fogadjanak vissza. Fiam, jót tenne egy kis pillanat. Nem, nekem most semmi sem tesz jót. Egyre rosszabbul érzem magam. Minden pillanatban eszembe jut, mit vettek el tőlem ezek az átkozottak. Ugyan már. Nyugodj meg és hallgass az idősebbre. Próbálj megnyugodni. Semmit sem nyersz vele, ha így idegeskedsz. Türelmesnek kell lenned, hidegfejűnek. Biztos vagyok benne, hogy Anna Krisztina visszatér hozzád, és magával hozza a lányodat. Azt nagyon jól teszi, mert ha nem hozza vissza, biztos lehet benne, hogy feljelentem a rendőrségen. A gonoszságod meghozta gyümölcsét, te némber. Angelita már el is hagyta a szülőfaluját. Rokonait, gyökereit, és mindezt neked köszönheti. Jaj, elég, hagyjuk a pletykálkodást. Ki mondta ezt neked? Senki. Én mindent tudok, és mindenkinek elmondom. Mindenkinek elmondom, száll Lázaróban. Elég, ne fenyegetőzz itt nekem. Elegem van belőled. Jobban tennéd, ha befognád a szádat. Nem is hinnéd, mire vagyok képes, ha sarokba szorítanak. A sorsod előre megvan írva, kislány, és a tiéd fekete betűkkel van róva a nagykönyvbe. Te mindenkinek csak ártottál. És nekem beszélnem kell. El kell mondanom mindenkinek, amit tudok. Átkozott vénasszony! Eltüntetlek a szírről, mielőtt kinyithatnád a szádat. Nyisd ki, Demián!
Te átkozott szemétláda, te kis mocsadék! Gyűlöllek, de mihez... Ne sértegess engem, Anna Krisztina! Mert én leszek az egyetlen, aki felszed téged, amikor Emiliano kidob! Hogy érzi magát Paula kisasszony? Nagyon hány ingerem van. Nem csoda, hogy az özvegy azt hiszi, hogy állapotos. Én is tudom, mi történik, ha egy nő teherbe esik, de... Jaj, Juanita, te meg miket beszélsz? Jaj, mondja meg nekem, hiszen mi olyan jóban vagyunk. Teherbe esett Csentétől. Nem semmi, hogy Anna Krisztina visszajött Acapulcóba. Megint elmehetünk együtt bulizni, mint azelőtt. Igen, Ariel, én is nagyon örülök, hogy hazajöttek. De szegényke annyira szenved, amiatt, hogy tönkrement a házassága. És el akar válni? Igen. Meséltem rólunk, Ariel. Tényleg? Mit mondtál neki? Azt mondtam, hogy megpróbálok egy második esélyt adni magamnak. Esküszöm, hogy nem csalódsz bennem, Almudena. Soha nem bánod meg, hogy engem választasz. Ne ijedj meg, életem! Ne ijedj meg! Meglátod, hamarosan kijutunk innen. Kérlek, Demihen! Engedj már ki, Anhelita nagyon megijedt! El kell mennünk az orvoshoz! Tedd meg ezért a kislányért, kérlek! Nagy szerencse, hogy ez a koszos kis fruska néma, és semmit sem tud elmondani Emiliánónak, hogy mi is történt valójában. És a drága férjecskét láthatja, milyen csúnya, hűtlen kislány vagy. De milyen, ne menj el, eresz ki innen, kérlek! De milyen! Te vagy a mindenem. Hálát adok Istennek, hogy végre veled lehetek. Én csak azt akarom, hogy viszonozhassam a szerelmet. Olyan jó vagy, és megérdemled. Mindent megteszek, hogy Zeust elfelejtsem. Szerintem biztos elfelejted. Annyira félek, hogy nem fog sikerülni. Annyira félek, hogy megsebezlek. Nehéz elfelejteni, hogy el akart venni. Nem kell ezen rágódnod. Mind a ketten tudjuk, hogy elnyerem majd a szerelmedet. Milyen szép virág. Köszönöm. Na végre, hogy megérkeztünk. És mivel a konferencia holnap kezdődik, ma nyugodtan bulizhatunk. Így van, és hová megyünk először? Majd meglátod. Úgyhogy öltöz fel kényelmesen, és találkozunk fél óra múlva, jó? Jó. Ez az egész csak illúzió. Junior nagyon fiatal hozzám. Meglátod, kicsi, minden rendbe jön majd. De milyen nem árthat nekem, de neked biztos nem fog. Majd én megvédelek. Persze. Gondolhattam volna, hogy nincs vonal. Meglátod, kicsim, hamar véget ér ez a rémálom. Megtalálom a módját, hogy kiszabaduljunk innen, mielőtt besötétedik. Junior, neked elment az eszed. Hát hogy jutott eszedbe pont ide? Miért, mi bajod? Itt kitombolhatjuk magunkat. Persze, te szereted az ilyesmit, de én tudni, hogy nem megyek föl. Hogy nem? Nem. Hisz ezért jöttünk, nem, he? Nem fogok felülni. Én nem ülök fel a hullámvasútra. Hisz itt a lovagod, aki megvédjen! Nem, engem nem kényszeríthetsz ilyesmire. Na, akkor gyere. Sem ülök fel, tégiszonyom van, és már meg, és különben is sikítani fogok. Felfelé fogok sikítani. Passiones vividas entre tú y yo, una rosa al viento muerto.
mostrando mi amor. Se marchita el alba y con ella. Ferejre mérnök úr elment. Vajon hol lehet ebben a percben az én kislány? Nyugodj már meg! Anna Krisztina szereti, biztos jól szórakoznak együtt. Miközben Demiennel hentereg az ágyban? Nem lehet igaz. Kérlek, Emiliano, nyugodj már meg! Azt akarod, hogy megbolonduljak? Na de azt akarod, hogy egészen megőrüljek? Átkozott boszorkány! Mit keresel itt? Semmi különöset! Azért jöttem, hogy ne keresztezd a terveimet! Egy lépést se közelíts! Különben leütlek! Figyelmeztetlek! Nem hagyom, hogy közelebb gyere! Engedd el, te boszorkány, mert mérges leszek! Menj innen! Menj innen! Sátán! Segíts meg, sátán! Segíts rajtam! Sátán! A kutyád nem segít rajtad! Láttam, messze jár a mocsárban! Nem fogja meghallani a sikoltozásaidat! Nem. Inkább a saját kezemmel foglak megölni téged. Gyere! Gyere, feküdj le szépen, boszorka! Igen, ezentúl csendben leszel, te boszorkány! Elhallgatsz! Elhallgatsz örökre, te! Megértetted? Elhallgatsz, te vén boszorkány! Elhallgatsz örökre! Krisztina bizony hozzám tartozik, Emilia. A bőre, a test, az enyém. Vele csak játszott Emiliano. Játszott veled. Megmutatom neked, kihez is tartozik. Átkozott. Most pedig befogom a lepcses szádat, örökre, te vén boszorkány! Kegyelmezd meg nekem, ne csináld! Kérlek! Kérlek, ne csináld! Ne! Tőlem ne várj könyörületet, te boszorkány! Be akartál vádolni, hogy belöktem Angelitát a mocsárba! Úgyhogy most égj tovább a pokolban!
Lesz így, legalább nem kell félned. Elvesztettem Emiliánót örökre. Örökre. Anna Krisztina. Anna Krisztina. Szia, Emiliano. Zavarlak? Nem, gyere csak, Paula. Igazság szerint nem csináltam semmit. Azért jöttem, hát ha vannak híreid Anna Krisztinára. Nincs semmi. De ha annyira érdeklődsz, utána felhívhatod Damient. Miért mondod ezt? Biztos nagyon boldog vagy, hogy Anna Krisztina elment, igaz? Nem, ez nem igaz. Én nem akartam, hogy Anna Krisztina elhagyjon. Ne tettesd magad, Paula. Mindig is, ha cinkosa voltál, ugyanannyit érsz, mint ő. Velem nem bántál el, Salome? Mégiscsak a sírba vitted a titkot Angelitáról. Most már ott vagy, ahová mindig is tartoztál. A pokolban. Nem vagy igazságos, amikor ezt mondod, Emiliano. Mióta megismertelek téged, őszinte voltam hozzád. Most már értem. Pont olyan hamis vagy, mint a szerelem, amit Anna Krisztina érzett irántam. Miért ítélsz így meg engem? Mindenben egyetértettél vele, Paula. Még abban is, hogy hozzám jöjjön. Most azért jöttél San Lázáróba, hogy segíts neki megszabadulni tőlem. Ez nem igaz, Emiliano. Nem nézhetsz ennyire hülyének, mert nem vagyok az. Jobb, ha tudod, egy ideje már felnyílt a szemem, Paula. Rita! Mit keresel itt, Mario? Én is pont ezt kérdezem. Mit keresel a mocsárban éjjel? A mocsár ilyenkor nagyon veszélyes. Még megtalálsz fulladni, és senki sem fog megmenteni. Jaj, nem vagyok hülye, vigyázok én magamra. De te mit keresel itt? Hetente kétszer-háromszor erre járok. Ez a hely rejti Angelita balesetének titkát. És addig nincs nyugovásom, amíg rá nem jövök. Egy napon Salomé mindent elmond majd, amit tud. Salome! Miért nevetsz, Rita? Miért nevetsz így, Rita? Meglepő, hogy Rita még mindig nem érkezett haza. Tessék, kis. Nem kérek, anya. Kérlek. Értsd meg, hogy nincs kérlek, itt vágyam. Kérlek, fiacskám. Emiliano. Istenem, Istenem! Ah, Istenem, mi folyik ebben a házban? Rita, gyere vissza! Még tisztáznunk kell valamit. Mindennek van határa. Hogy merészelsz hozzámérni a koszos halszagú kezeddel? Még mindig nem értem, mit keresel a mocsárban? Gondolom, már te is tudod, hogy Anna Krisztina már réges-rég elhagyta San Lázárót. Emiliano és a keresztanyám azt hiszik, hogy Acapulcóba ment. Én nem. Remélem, hogy idejött az éjszaka a mocsárba, és azon nyomban belefulladt. Én még reménykedem benne, hogy itt fulladt meg valahol ebben a mocsárban. Hát ezért jöttem ide. Hát, ha megtalálom a rothadó holttestét, és végre örülhetek. Eljött az éjfél, de nem szabadulok innen. Komolyan gondolta, hogy bezár ide egész éjszakára. Ez a párna még őrzi a hajad illatát, Anna Krisztina. Isten látja, a lelkem megpróbáltalak téged gyűlölni, de nem bírlak. Nem bírlak, jobban szeretlek, mint valaha. Szeretlek még akkor is, ha Damien karjában hevesz, és nem is gondolsz rám. Si me pudieras querer, como
yo te estoy queriendo.